Második rész. Marha. Marhahús ügyekben leginkább Krúdihoz fordulhatunk. Jókai, aki pedig sokkal kifinomultabb Vinyánc volt, a marhahúsnak semmi figyelmet nem szentel, ugyanez mondható el Mikszátról, Eszterházi Péterről, és általában a magyar irodalomnak a halotti beszédtől Kertész Imreig terjedő szakaszáról amblok. Ami már most Krúdi marhatárgyú megnyilatkozásait illeti, azok elsődlegesen, sőt csak nem kizárólagosan a főtt marhahússal függenek össze. Amúgy nem különösebben eredetiek, és nem is igazán mélyen szántók, viszont telve vannak valamifajta gyöngétséggel, melynek hatása alá kerülvén már is egy finoman remegő és párálló cupák jelenik meg lelki szemeink előtt, egy jó darab fartő, lábszár, esetleg puha hátszín, bár e sorok írója, Krúdival teljes összhangban, a csontosabb részeket kedveli inkább, az oldalast, a szegyet és a tarját, de leginkább mindhármat egyszerre. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból, sőt, hogy reálisabbak legyünk, sokat ebből, sokat abból és amabból is, hozzá persze némi főtt zöldség, krumpli, frissen reszelt torma, angol mustár, pilzeni sör. Végső esetben a zöldség elmaradhat, esetleg a krumpli is, de a torma csak is frissen reszelt lehet, a mustár csak is angol, a sör pedig csak is pilzeni típusú, abból is a Pilsner Urquell és a Radeberger a legjobb. Szándékosan nem említettem föntebb a marhafarkat, mert azt egy másik, ódaibb hangvételű kontextusban kell tárgyalnunk. A marhafarok az úgynevezett Isten bizonyítékok sorába tartozik. Kedves hallgatóm, a kozmológiai, az ontológiai és a teleológikus Isten bizonyítékot nyilván ismeri. Szerintem viszont létezik egy gasztronómiai Isten bizonyíték is, ami nem más, mint a marhafarok. Newtontól megkérdezték, mi bizonyítja Isten létét, válaszol Newton azt mondta, hogy íme, és a csillagos égre mutatott. E sorok írója, hasonló esetben, szintén azt mondaná, hogy íme, és a marhafarkat, a világteremtő intelligencia végtelen bölcsességének ezen foglalatát mutatná föl. Isten a marhafarkat kivételesen hajlékony, erős, ügyes testrésznek alkotta, hogy megfelelő fegyvere legyen a marhának abban a harcban, amit a vérszívó rovarok ellen kell vívnia, egyszer s mint pedig úgy alkotta, mármint Isten a marhafarkat, hogy szaftos, elomló, ízletes étek váljon belőle, amikor majd a konyhánkban megjelenik. A tökélynek ez a két rétű vagy két síkú volta, ami a marhafarokban ölt testet, az univerzum tudatos tervezőjét tételezi föl, hiszen könnyen beláthatjuk, hogy ha a világegyetem létezését meghatározó fizikai állandók csak egy hajszálnyival eltérnének az általunk ismert értékeiktől, akkor a világegyetemben nem fejlődhetett volna ki az élet, vagyis nem létezhetne marha, szükségképp marhafarok sem létezhetne. Mi viszont azt látjuk, hogy igenis létezik marhafarok, így hát a világ értelmesnek, tervezettnek, teleológikusnak tűnik számunkra, és ebből a következő lépésben már a tervező értelem létezésének eszméje fakad. Hitetlen felebarátunk ekkor nyilván azt mondaná, hogy rendben, de vajon mi végre vannak a világon a ma vérszívó rovarok, amelyek ellen a marha szüntelenül harcolni kényszerül. Mi ettől sem jönnénk zavarba, hanem rámutatnánk, hogy ezen undok jószágok léte is a nagy isteni terv harmóniájába simul. Ha vérszívó rovarok nem volnának, akkor a marha hátuljáról tétlenül csüngene alá a farok, és így el is satnyulna. Minthogy azonban Isten megteremtette a bögyöt is, a marha folyamatosan csapkodni kényszerül a farkával, amely farok így megizmosodik, és kellőképpen húsos darabként jelenik meg a hentes pultján, ahonnan aztán a fazekunkba kerül. Más szóval az, amit rossznak látunk, olyas valami, aminek szükséges, sőt üdvös voltát,
fogyatékos értelmünk nem ismerte föl, rossz tehát egyáltalán nem is létezik, így ez a világ, amelyben élünk, minden elgondolható világok legjobbika. Térjünk azonban vissza Krúdihoz, és lapozzuk fel a Fogadó a régi világhoz című írását, az elejét mindjárt idézem is. 1914-ben még korcsma illat volt Magyarországon. Származott a korcsma illat a különböző borjú és marha pörköltöktől, amelyek paprikától pirosan, hagymától szagosan, frissen csapolt aranyhajú csipkefodros ser társaságában várták Gábel früstükre az utazót. Azóta persze sok idő múlt el, Magyarország némiképp megváltozott, össze is zsugorodott kissé, és az illata, ha egyáltalán van neki ilyen, egészen biztosan nem borjú és marhapörköltöktől származik. Ezzel együtt még van marhapörkölt, az ország lakosságának legidősebb rétege legalábbis tudni véli, hogy a marhapörkölt szó mit jelent, sőt időnként fogyaszt is valami fajta étket, amit közmegegyezés szerint marhapörköltnek tekint. Az illető étek egy olajszagú, kesernyi és savanykás ízű marharagú. Nem marhapörkölt. Mielőtt a marhapörkölt eredeti mi voltát mélyebb elemzésnek vetnénk alá, fontoljuk meg a továbbiakat. 1. A paprika és a magyar konyha elválaszthatatlanul összetartozik. 2. Nincs a paprikán kívül még egy olyan fűszer, ami elválaszthatatlanul egy nemzeti konyhához tartozna, és csak is egyhez. 3. Nincs a magyaron kívül még egy olyan nemzeti konyha, amelyet egy és csak is egy nagyon jellegzetes fűszer rendkívül kiterjedt használata tenne egyedivé. Következésképp 4. A magyar paprikás ételek a világkonyha egészen speciális, semmi mással össze nem téveszthető színfoltjai, és amellett még finomak is. Halászlé, pörköltfélék, gulyások, csabai kolbász. Nagyjából ez az, amit az egyetemes emberi kultúrához hozzábírtunk tenni. Legyünk rájuk büszkék, mert legtöbb nációnak ennyire se futotta. A marhapörkölt, vagy ahogy mások mondják, a gulás, az emberi szellem nagy vívmányai közé tartozik, feltéve, hogy 1. disznózsírban, még inkább füstölt szalonnából kiolvasztott zsírban pirítjuk a hagymát, 2. jó minőségű, napon szárított, magjával együtt őrölt házi paprikát használunk, és 3. folyadékot nem nagyon öntögetünk a hús alá, pláne nem rossz bort. Ennyi a titok. Persze lehet, hogy nyájas hallgatón valamifajta olajjal készült marharagút preferál, és azt pörköltnek nevezi, joga van hozzá. Én az ilyesmit nem tekintem pörköltnek, ehhez pedig nekem van jogom. Mondtam föntebb, hogy a marhapörköltet mások a gulás szóval illetik, ezzel összefüggésben helyesen tesszük, ha alkalomattán ellátogatunk a Gulás Múzeumba, Bécs, Schulerstrasse 20, vagy legalábbis megnézzük a weblapjukat. Ilyen fogalmakkal fogunk találkozni, mint bónengulás, hűnerlébergulás, sőt svammergulás, vagyis bableves, pirított csirkemáj, gombapörkölt. Szerintük ez mind-mind gulyás. Mi persze kacagunk ezen, mi ugyanis tudjuk, mi a gulyás. Az egy leves, amit eredetileg a gulyások főztek kinn a pusztán. Ha minden igaz. Kedves hallgatom bizonyára ismeri Erdélyi Ferenc Néprajzi Ínyes Mesterség című könyvecskéjét, mindenki ismeri. Sőt, mindenki elhiszi, ami le van benne írva, ami viszont megdöbbentő. Idézem. A szigorúan hagyományos gulyásfőzés technológiája az, ahogy a gulyások főzték, ezért gulyás a neve. Ez adja a legízesebb marhahúslevest, s ez a legegyszerűbb főzési mód. A bográcsba egyszerre bele kell tenni a húst és a hagymát, hidegen hozzátenni a szükséges mennyiségű vizet, s feltenni a tűzre. Szóval a gulyás úgy főz,
hogy a bográsba beleteszi a húst. Gulyáslevesről lévén szó, nyilván marhahús tesz bele. Most álljunk meg, és lapozzuk föl az Isten veletek ti boldog Vendelinek című Krúdi novellát, és nézzük meg, mit mond benne a vendég. Azt mondja, hogy a teremtésit csak nem elfelejtettem, hogy tulajdonképp miért is jöttem Pestre. Finom, főtt marhahúst szeretnék enni, mert az nálunk, faluhelyen nem kapható. Azért jöttem Pestre, hogy jó marhahúst egyek, csak a sok haszontalan beszélgetésben elfelejtettem. Ez a vendég egy vidéki úriember. Tehetős vidéki úriember, akinek, ha marhahúst akar enni, Pestre kell utaznia, mert vidéken marhahúshoz nem jut. Miért nem teszi fel soha senki a kérdést, hogy a hús, ami a gulyás bográcsában állítólag rotyog, honnan került oda? A fagyasztóból, minthogy az nem volt, alig ha vehette elő. Hentes nem volt a pusztában, sőt általában a faluban se, de ha volt is, nem tartott marhahúst, és ha netán mégis tartott volna, a gulyás akkor se tudta volna megvenni. Kedves hallgatón talán arra gondol, hogy hát ott volt a gulya, a sok-sok hús, és kedves hallgatómnak ebben talán igaza is van, viszont ne felejtsük, hogy a gulyás és a dinnyecsősz helyzete némiképp különbözik. A dinnyecsősz, ha úgy gondolja, elfogyaszt egy dinnyét. A gazda ezért se részesítené őt dicséretben, de hát úgy se tudja meg. Viszont a gulyás nem kanyaríthat le 2 kiló húst valamelyik marhából, ugyanis a marha az ilyesmit rosszul viseli. Kedves hallgatón bizonyára látott már marhát, ha máshol nem, az állatkertben, sőt talán azt is tudja, hogy a nőstény marhát tehénnek, a hím marhát bikának, a gyermek marhát pedig borjúnak nevezik. Azt talán nem tudja, hogy egy marhának a súlya 3-5 mázsa, értéke, mármint az élő marhájé, manapság mintegy 100 000 forint. A gulyások nagyon-nagyon szegény emberek voltak. A marha viszont régen is vagyont ért. Hogyan került hát a vagyont érő marha a nagyon-nagyon szegény gulyás embernek a bográcsába bele? Megmondom, sehogy. Gulyáslevest vagy gulyáshúst, sőt gulyásos húst, nevezzük ahogy akarjuk, igazi gulyás sohasem főzött, sőt nem is evett. Soha az életben egyetlen egyszer se. Senki falusi ember nem evett marhahúst, ugyanis nem jutott hozzá. Esorok írója életének első 16 évét falun töltötte, nemhogy nem evett soha marhahúst, de még csak nem is látott. Marhát intakt állapotban látott, 4 lábbal, szarvakkal, bőrbe kötve, így látta a gulyás is, soha másképp. A gulyásleves, ez a jellegzetes pusztai étel, városi találmány, városi vendéglők fazekaiban főtt, ott is inkább csak a 19. század második felétől kezdve. Pesti vendéglőben, de a bécsiekben még inkább. Autentikus ősmagyar receptje így kezdődik. Die kleine geschnittene Zwiebel in Schmalzrösten. Und so weiter. Recept következik, Salisbury steak. A Salisbury steak valójában fasírt, mondhatni egy tipikus angol száz fasírtféle, persze marhahúsból. Névadója dr. James Salisbury, egy jeles angol-amerikai orvos, aki az elsők között mutatott rá arra a tényre, hogy táplálkozásunk és egészségi állapotunk szoros kapcsolatban áll egymással. Salisbury doktor úgy tapasztalta, hogy a zöldségek és a keményítő tartalmú élelmiszerek lebontása közben az emésztő rendszerben méreganyagok keletkeznek, ezek pedig a későbbiekben szívinfarktust, rákot, idegrendszeri megbetegedéseket és tuberkulózist idéznek elő. Salisbury rámutatott, hogy az ember fogozata húsevő fogozat, az emberi emésztőrendszer sovány húsok feldolgozására való, következésképp a zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék és zsírok együttvéve is maximum az étrendünk 1/3-át képezhetik, a 2/3 mindenképp sovány hús legyen. Betegeit speciális étrendre fogta Salisbury doktor, ennek az étrendnek a tengelyében a grillezett marha fasírt állt, ezt 3-szor kellett tenni naponta.
Fűszerezetlen sovány húsból készüljön, és jó nagy legyen, ez volt a lényeg. Az eredeti recept szerint a kisült Salisbury steaket előmelegített tányérra rakjuk, ekosózzuk, borsozzuk, nyers vajat teszünk rá, mellé Worcester, mustár és torma illik. Salisbury doktor, ezt el ne felejtsük, orvostudor volt, ugyan gyökeresen másképpen látta a világot, mint ezek a mostaniak, de hát honnan tudhatnám én, a laikus, hogy az igazság melyik oldalon áll? Salisbury doktor neve minden esetre fönnmarad. Egyébként a Salisbury steak, ha nem sütjük túl, a maga módján egész jó is lehet, és ha valami normális szart van hozzá, akkor pláne jó. Krumplipüré és párolt zöldborsó illik mellé, meg valamilyen strong ale. Előtte igyunk viszkit. Nem kötelező ugyan, de a gyógyhatást mindenképp fokozza. Egy kiló marha színhúst ledarálok, összekeverem egy fej reszelt hagymával, egy gerezd elkapart fokhagymával, sóval, borssal, paprikával, zöld petrezselyemmel, majoránnával. Steak formájú fasírtokat formálok belőle, lisztbe forgatom, beolajozom, és grill alatt mindkét oldalukon 5 percig sütöm, vagy ahogy tetszik. Közben elkészítem a mártást, kis lábosban összeforralok 8 evőkanál ketchupot, 3 kanál vajat, egy kis kanál piripirit, tabaszkót vagy efélét, egy kis kanál Worcestert, fél kis kanál mustárport. Ha a vaj elolvadt, hozzáteszek 3 kanál száraz sert is, majd a kisült fasírtokra öntve tálalom.